Rohamléptekben épül a medinai háromdimenziós radar, az alapkőletétel még csak októberben volt, most viszont már szinte a teljes radartorony elkészült. Az egymilliárdos beruházás tornya a szakértők szerint egy teljesen egyedi eljárással készül, azért épül ilyen gyorsan. Ezeken az októberben készült felvételeken így nézett ki az a terület, ahová az új háromdimenziós radart építik majd. Ezeken a mostani képeken pedig már a félkész torony látható, az épület, mintha a földből nőtt volna ki. Kedden a Budapesti Műszaki Egyetem építész hallgatói, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diákjai is megnézték az építkezést. A tornyot egy speciális módszerrel, az úgynevezett csúszó zsaluzással építik. A Műszaki Egyetem hallgatói éppen emiatt döntöttek úgy, hogy Medinára látogatnak. Az építés közben maga a zsaluzszerkezet csúszik felfelé a vasbeton falon, miközben a beton szilárdul, és így nem kell az egészet alálványozni, hanem a beton szilárdulással együtt épül a torony, és azzal együtt emelkedik a munkaszint is. A torony építése múlt héten hétfőn kezdődött, és mivel ilyen ütemben haladnak a munkálatok, nagy a valószínűsége annak, hogy szombatra meg lesz a teljes magasság, a 30 méter. Most ebben az időjárásban és ebben az időszakban napi 2,5 méter tudunk menni, tehát műszakonként olyan 1,30-1,35-öt. A torony építési módszere a szakemberek szerint országosan is egyedülálló. A turisztikai látványosságnak is meg fog felelni, hát íme, most már látszik messzire a fényei, akár szeddes felé jövünk, akár kégy felé jövünk. A toronyba 350 köbméter betont és 54 tonna betonacélt építenek be. Az 1 milliárdos beruházást teljes egészében 2014 tavaszán adják majd át.